nem kinetikai robbanás történt, és a fénysebesség is relatív. Sziasztok, Tóth van vagyok. Mi a francról beszélek már megint? Hát arról, hogy, a, hogy az nagy boom, a Big Bang, az ősrobbanás, az igazából nem robbanás volt. Az inkább egy adatfeltöltésre hasonlít, de még egy kicsit konkrétabban szeretnék erről beszélni, hogy, hogy hogyan lehet erre következtetni, és abszolút, abszolút teljesen logikus felvezetéssel hogyan lehet erre rájönni így emberileg, emberi aggyal. Hát úgy leginkább, hogy ugye mondtam múltkor egy videóban, már nem tudom melyikben, hogy találtak olyan galaxisokat, ami gyorsabban halad, mint fénysebesség. Galaxis, kom komplet, kom teljes, abszolút teljes galaxisokat. Na most ez így nem teljesen korrekt, mert nem csak egy galaxis találtak ilyet. Mindjárt mondom a pontos információkat nektek. Majd 14 milliárd fényév nagyságú gömb. ezt úgy képzeljétek el, hogy mondjuk itt van a Föld, és akkor van egy gömb, ami 14 milliárd fényév távolságú. Mi az az egy fényév távolság? Ugye tudjuk, hogy a fény az milyen sebességgel közlekedik, és amennyi idő alatt, tehát egy év alatt, hogyha ide a fény egy adott pontból, az egy fényév távolságra van. 14 milliárd fényév távolságra lehet most jelenleg ellátni. Tehát ez az, ami még felfedezhető univerzum körülbelül, ami ö, távolság, amit, amit még a teleszkópok, illetve a kömöző rádiótávcsövek képes készlelni, illetve még ezen túl is van egy nagyobb burok, ami még szintén detektálható, csak van egy kis probléma. az a kis probléma van, srácok, hogy erről kéne beszélni mindenhol, tehát a tévében, rádióban mindenhol erről kéne beszélni, hogy van egy kis probléma, ugyanis a galaxisok több mint 97-es százaléka fénysebességnél nagyobb sebességgel közlekedik. Tehát a fénysebesség az egy relatív sebesség, attól függ, hogy honnan nézed, az azt jelenti. És nem csak azt jelenti, hanem azt is jelenti, hogy hogyan fordulhat elő, hogy valami, e, hogyan fordulhat elő, hogy valami fénysebességnél nagyobb sebességgel közlekedik. Ugye Einstein relativitás elmélete azt mondja, hogy nem érhet el semmi sem fénysebességet, és nem is lépheti át azt. Uh, Oké, okay, de van neki egy másik relativitás elmélete is, ez a kiterjesztett relativitás, vagy speciális relativitás elmélet, ami azt mondja, hogy minden relatív. Itt örömmel egyszerűen megfogalmazva. Tehát viszonyítás alapja minden, mindennek, hogy attól függ, hogy honnan nézed, milyen, milyen perspektívából. És <laughs> képzeljétek el, hogy hogyan, tehát még egyszer, hogyan lehetséges az, hogy valami gyorsabban közlekedik, hogyha nem lépíti át a fénysebességet, de mégis gyorsabban közlekedik, mint a fénysebesség, hát úgy, hogy az univerzum az tágul. De ezt a tágulást, ezt ne úgy képzeljétek el, mint egy gumikötél, tehát ne úgy képzeljétek el, nincs rá gumikötél most pont, bocsánat, de hogyha fogtok egy kötelet és elkezditek húzni, akkor ez egy ilyen kinetikai, mechanikus, mozgási energia, ilyesmi. Tehát az ősrobbanás sem úgy történheted valószínűleg, hogy kinetikai robbanás történt, tehát hogy valami felrobbant, és akkor mozgási energia állt a szóródott szalaszét minden, hanem ott is már ez az effektus volt meg. Ott is megvolt ez a téridőnek az a szerkezete, a, létezésnek, a létezésnek és a létforrásoknak az a szerkezete, amiről múltkor meséltem. Hogyha két létforrás létrejön, közöttük lévő újabb létforrások generálódnak. Ezek a létforrások Kisfoli Györgyöt nekem meg szeretném említeni, ő téridő fizikával is foglalkozik, Isten teremtést annal, ilyesmivel. Jó pár éve, szerintem egy jó negyven. Ha jól tippelek, igen, annyi biztos. Na most, ő azt mondja, hogy ilyen hullám természetűek ezek a térforrások. Oké, okay, de, de ezt nem így három-négy négy dimenzióban kell ezeket a térforrásokat elképzelni, meg a hullámokat sem. Tehát ezek a hullámok, amiről ő beszél, valószínűleg színuszosan, nem írhatóak le. Tehát, hogy ne úgy képzeld el, mintha egy vízfelszínre beldobná egy követ, és az neki járna hullámozni. Ennél egy kicsit sokkal-sokkal komplexebb történetről van szó. Igazából nem is háromdimenziós hullámok, <coughs> sokkal több hullámok, illetve olyan hatásmechanizmus van mögötte, amit hát egy kicsit nehéz elképzelni emberi aggyal. Tehát nem, nem csak arról van szó, hogy Ugorjunk az elejére, képzeld el a semmit. Képzeld el azt, hogy nincsen semmi. Egy ilyen feketeség, nincs semmi, vagy fehérség. Legyen inkább fekete. Az úgy drasztikusabb. Szóval, hogy ott a semmi, és megjelenik egy létforrás. Ez a létforrás ez elkezd kitágulni, kiáradni, létrejönni, és ennek a különböző turbulenciáiból jön létre a következő létforrás, mert hogy ez dinamikusan mozog, ez változik, de nem csak ebben a téridő szegmensben, ahol mi körül tudunk nézni, és látjuk, milyen szépen süt a nap, hanem egyébként mindenhol, a többi téridőnek a kis is, ahol egyébként előfordulhat, hogy kicsit máshogy működik a fizika, mint itt. És ennek megfelelően egyszer csak létrejön az az interferencia szerűség, amikor saját magát kelti, ilyenkor még egy létforrás létrejön és amikor már két lét, létforrás létrejött, akkor onnantól mondhatni, hogy exponenciálisan, tehát hatványozottan kezdenek el tágulni, létrejönni a létforrások, nem tágulnak, létrejönnek a létforrások. Tehát azt mondhatod, hogy kettő referencia pontod van, kettő bumszli, van egy téridőforrásod, létforrásod, vagy másik, és puty létrejön egy harmadik, aztán még egy, meg még egy, meg még egy, meg még egy. A kettő referencia pontot, ha vizsgálod, ettől ezt, akkor azt látod, hogy ez iszonyatosan nagy sebességgel elkezd távolodni. Noha ő egyébként kinetikai energiát, tehát mozgási energiát a bűnös életbe sehonnan nem szerzett. És mégis egyre nagyobb sebességgel távolodik. És minél több létforrás jelik meg hatványozottan, annál nagyobb sebességgel fog ez távolodni. Ugye azt azért el lehet képzelni, hogyha mondjuk egy pontból indul ki a történet, ez egyébként nem, nem való, nagyon, 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 nagyon valószínű, hogy nem egy pontból indul ki, mi elmesélem, hogy miért. Tehát, hogyha egy pontból kiindul a létforrás, mint olyan, az adatfeltöltés feltöltés egy pontból kiindul, akkor ugye az könnyű elképzelni, hogy amikor ez az effektus megjelenik, hogy elkezd tágulni, létrejönni, az új létezések létrejönnek, 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 akkor ez egy hatalmas nagy gyorsulás, egy hatalmas nagy sebességgel történik, de amikor már kitágult, kitágult idézőjelbe, tehát amikor már egy nagy, hatalmas nagy tér létrejött, akkor ott már nem tud annyira látványosan tovább tágulni, ott már csak azt látod, hogy tágul. Szépen lassan, mivel ezek a létforrások, ezek nem úgy keltenek újabb létforrásokat exponenciálisan, hogy mindig, ugyanis, hogy itt is vannak ilyen interferencia, hogy mondjam, kioltódások, tehát nem mindig, minden esetben jönnek létre új létforrások, és mivel, hogyha ez a az elmélet igaz, akkor az azt jelenti, hogy minél jobban tágul, annál jobban, hát azért nem szűnik meg a gyorsulásod, de attól függetlenül gyorsul, tágul tovább az univerzum. De ez nem kinetikai energia. És akkor azt fogod észrevenni, hogy ami kint van a palástján, a benti ponthoz képest, ahonnan elindult, a paláston lévő, hát, univerzumok, galaxisok, galaxisok, maradjunk a galaxisoknál, galaxisok, azok egyre gyorsabban, innen a szemlélő pontból azt látod, hogy egyre gyorsabban gyorsulnak, és már sokkal-sokkal gyorsabban mozognak, mint fénysebesség. Hát most azt vették észre egyébként a kutatók, csillagászok konkrétan, hogy vannak olyan galaxisok, amelyek több mint háromszor gyorsabban közlekednek, mint a fénysebesség. Tehát innentől a fénysebességet nem lehet abszolút és fix sebességnek tekinteni, csak a relatív sebességnek. Tehát nyugodtan lehet azt mondani, hogy léteznek olyan elemi részecskék is, amelyeken belül vannak olyan mechanizmusok, amelyek sokkal gyorsabban működnek, mint fénysebesség, hiszen az is csak relatív sebesség. Miért ne lehetne ilyet mondani? Illetve, hogyha a, az azt teljesen nem mondja, hogy nem mehet valami gyorsabban, mint fénysebesség, azt mondja, hogy nem lehet Ez tehát hogyha úgy indulsz el, hogy szépen elindulsz, és el akarod érni a fénysebességet, azt nem tud elérni. De mi van akkor, hogyha valami eleve úgy indult el, hogy gyorsabb, mint fénysebesség? Nem zárja ki semmi. Akkor sokkal-sokkal gyorsabban is haladhat, mint fénysebesség. No, hát ezt szerettem volna elárulni, illetve még azt, hogy, hogy az ősrobbanás hogyan történhetett körülbelül, csak úgy hozzávetőlegesen, és miért, miért nem igaz ez, hogy egy pontból indult ki, és nem, nem kinetikai robbanás volt. Ugye ezt most elmagyaráztam, hogy kinetikai robbanásnak nincs értelme effektíve. Főleg úgy, hogy azt mondod, hogy vannak galaxisok, 97% mindössze, amely sokkal gyorsabban közlekedik, mint fénysebesség. ez máshogy nem magyarázható, csak úgy, hogy a referenciapontok miatt, amiket, amik létrejönnek, emiatt látjuk azt, igazából azt is mond, lehetne mondani, hogy téridő jön létre, új létezések jönnek létre, emiatt látjuk azt, hogy gyorsabban közlekednek, közlekednek, mint fénysebesség. Nem azért, mert volt egy iszonyatosan hatalmas nagy energiaforrás, ami úgy felgyorsított, hogy átlépte háromszorosan a fénysebességet. Ez a galaxis, nem kis por, meg üstökös, meg mit tudom én, galaxisok. Jó, ezt így remélem, hogy értitek. És miért nem igaz ez valószínűleg, hogy egy pontban indult ki? Azt én értem, hogy most azt kiszámogat, nem most, már régen, kiszámolgatták, hogy ha megnézzük, hogy hogyan tágult, és visszafelé számoljuk, akkor egy pont jön ki. Hát, de ez nem feltétlenül igaz, srácok. Mi van akkor, hogyha én fogok mondjuk biliárd golyókat, és a biliárd golyókat úgy rakom egymás mellé, hogy van egy mondjuk 10 tízes 10 kis lapocskám, tehát egy asztalra rárakok 10-10 billiárd golyót, az 100 billiárd golyó, ugye? Hogyha még fölfelé is megy 10, tehát 10 rétegnyi, 100 10, 1000. Van 1000 billiárd Így a térben. Mi van akkor, hogyha én fogom és megpöccintem ezt a billiárd golyót, úgy a térben, hogy mondjuk az űrben lebeg, akkor ez szana szóródik. És mindegyik billiárd akár tovább idézőjelben robbanhat. Később egymástól eltérő időpontokban. Tehát amikor már mondjuk Mit tudom, én egy parszekes távolságban van, tehát rohadt sok fényévre van tőlem, akkor robban fel az egyik biliárdgolyó. A másik közelebb, a harmadik távolabb. Így az összkép az azt mondhatja, hogy egy pontból indult ki, valójában ez nem igaz. Illetve elképzelhető az is, hogy több helyen voltak ilyen kis biliárdgolyók, nem csak egy pontban. Tehát innentől az ősrobbanás nettó hülyeség. Szerintem ezt az elméletet, mondjuk ez csak elmélet, mint a Darwini elmélet is, ugye az evolúciós elmélet is, de most arra nem térnek ki. Szóval, hogy ezt az ősabonásos marhaságot az összes tankönyvben, egyetemi könyvekben is, általános iskolás könyvekben, meg főleg, hogy a gyerek már ne hülyeséggel indítson, ezeket vissza kéne vonni és át kéne gondolni. A jelenlegi ismeretek fényében. Mert máshogy egyszerűen logikailag nem magyarázható. Addig már eljutottak egyébként a kutatók, hogy azt vették észre, hogy valóban ez a tágulás nem úgy történik, hogy, hogy a vákum, tehát az űr, egyébként az nem vákum, de mondjuk az, hogy jó nagy csalással azt mondom, hogy vákum, hogy a vákum az tovább tágul, hát a vákum az nem tud tágul, tágulni. Ugye, most abszol, az nem abszolút vákum, mert van benne por, meg minden egyéb, de meg ilyenok, meg mit tudom én, de, de hogy értitek, tehát hogy a, ha, ha van egy búrám, kiszívom belőle a levegőt, és utána mondjuk az, hogy nulla atmoszférát elskerült érnem, bár mondjuk az elég érdekes lenne, de mondjuk elskerült érnem, mert vagy ilyen képzelbeli búrán, mindig fizika órán ilyen hülyeséget magyaráztak nekem, hogy képzeljük el, hogy vannak ilyen nem ideális állapotok. Igen, elképzelni sok mindent el lehet. Tehát ott van a nem ideális állapot, vagy ideális, most ideális. Ki van szív az összes levegő, és fogod a búrát, és elkezded nyújtani. Kérdésem a következő. Tudod a búrát nyújtani? Ugye, hogy nem? Azért nem, mert ott vákum van. Tehát, hogy ott francba tudná tovább nyújtani. Tehát már ilyen, ilyen logikai bukvencek vannak itt, hogyha azt mondod, hogy a tér az elkezd nyúlni, nem nyúl a sehol. Új létforrások jönnek létre. Új téridő struktúrák jelennek meg benne. És ami tökéletes egyébként, hogy ez az anyagra nem igaz. Tehát ez, ez, erre a fizikai anyagra, amit láttok, kézzel meg tudtok fogni, az nem igaz, bár zárójelben megjegyezném, hogyha egyszerre nőne mindennek a tömeg a világon, erre hagyok egy kis időt, akkor azt nem tudnánk megmérni. Mert ugye mihez képes lenne a referenciapontot? Honnan tudnád, hogy az egy kiló az most már nem egy kiló, hanem egy kiló húsz deka? Hogyha minden egyszerre, még a mérőeszközök is egyszerre, egyszerre nőnek tömegre, akkor azt nem tudnánk mondani. De úgy tűnik egyelőre, hogy, Igazából nem változik a mi struktúránk, csak az a struktúra változik, ahol nincs tömeg. Hát és ez az elméletkör, amit most így elmeséltem nektek, ez az éterrel nagyon erősen összefügg, és erre már Nikola Tesla is annó rájött. Egyébként nagyon érdekes, hogy Nikola Tesla azt mondta, hogy minden fényből van. Azt mondta, hogy az anyag is, tehát mi is effektíve fényből vagyunk. Na oké, ez szép elmélet, és tetszik is, csak hogy a fény az miből van. <laughs> Ugye múltkori, múltkori, videóban pedig ezt fejtegettem, és azt mondtam, hogy hát igazából tahionok pörögnek benne, de hát kis György is ezt mondta, tehát hogy nem magamtól vagyok ilyen okos. Viszont azért oda hozzá passzintanám, hogy oké, okay, tök jó, hogy ott van a kis fénykvantum, amiben mondjuk ott pörög 7 darab tahion. Miért 7? Ugye? 4, 5, 6, 6, bocsánat, 6, 6, 6 darab tahion ott pörög benne, még pont 6. Hát azért, mert olyan az alakja konkrétan hogy néz ki egy fénykvantum. Nem tudom, már ezt hiszem egy év vagy két évvel lelassították speciális gázkeverékben lehűtve a fényt, úgyhogy meg is lehetett figyelni, tehát olyan, olyan le, sikerült lelassítani, és azt lehet látni, hogy tényleg ilyen kis csomagokban közlekedik, és a csomagnak az alakja az ilyen, hát ilyen lapított rönójel, ilyen, mi ez, ez rombusz, vagy... Miért, mi beszél itt Sziri? Szóval, hogy ilyen lapított rombuszszerűség, vagy valami ilyesmi. A piramis, piramis, ellentétesen tükrözve, összerakva kettőt egymással, az mi? Oktaéder? Nem voltam ebből jó sosság, hogy minek mi a neve. Igazából felem alma is lehet tök mindegy. De azt el tudod képzelni, hogy van négy darab szöge, tehát hogy mutassam, így van a renault ugye? Térben, tér, térben a Renault-jel, azt képzeld el, ja. <laughs> Szóval itt van a renault meg van kicsit lapítva, és itt van egy, hogy, hogy mutassam, egy, kettő, három, négy darab csúcsa, és itt van még kettő, egy-kettő. Ezeken belül vannak a kis tahionok. Azért mondom, hogy tahionok vannak benne, mert létforrása is van a tahionnak, tehát annak is van létezési sikja, annak is van létezője, annak is van létezési információja, téridő forrása annak is van minden egyes kis tahionnak. De önmagában a tahion az még nem a végső állapot. A tahionnak is van forrása. Tehát a téridő forrás konkrétan a vanságnak a forrása, minden egyes tahionhoz tartozik, de egyébként a fénykvantumhoz is. Tehát amikor azt mondod, hogy létrejön egy fénykvantum, akkor ugye van benne hat tahion, mint hogy most ezt magyaráztam, és a fénykvantumhoz is tartozik létezési információ azért, mert hogyha szétosztod ezt a fénykvantumot, ú, de nagyon messze mentem már megint. Én hosszú ez a videó, gyorsan megpróbálom ezt elmesélgetni. Szóval, hogy amikor kettő osztod a fénykvantumot, akkor kettő darab fél fénykvantum keletkezik belőle, és ugye ezzel kettévágtad. Mivel lehet kettévágni, például nem lineáris kis béta bétabárium baráttal lehet például kettévágni, illetve LBO-val, az LBO az olcsóbb. Egy, ez egyszer egy milliméteres kis kocka a beta borátból olyan, 1000 euró plusz áfa plusz postaköltség plusz minden. Tehát, hogy marha drága volt, de most már azt hiszem ilyen 3-400 euró környékén be lehet szerezni. Szóval ezen keresztül, hogyha egy megfelelő ö, spektrumú lézert, áteresztesz, akkor két darab fénycsóva következik belőle, ami azért marha érdekes, mert ezek a fénycsóvák egy idő után tudják magukat, tehát önmagában a fotonok tudják magukat regenerálni a téridő források miatt. Ezt akkor is elmeséljem, akármi hosszú lesz a videó. Tehát tök, tök, tök érdekes, hogy, hogy ugye azt mondtam, azt állítottam, hogy téridő források jönnek létre a térben mindig, most is. Ettől tágul az univerzum. Nem kinetikai robbanás miatt. Viszont nem figyelhető meg anyagi szinten. Mégsem. Miért? Hát azért valószínűleg, mert a téridő szerkezete az az anyagra hatással van, és fordítva is ez igaz. Ugye, hát ezt szintén el mondta. Rohadt hosszú képetek és több könyvvel, de ezt mondta. Ebben kifejtve ezt mondta. Na de azt képzeljétek el, hogy a tahion az egy részecske. Tehát a fény kvantumban pörgők is tahionok, amik sokkal gyorsabban hadnak, mint fénysebesség, azok olyan részecskék, amelyeknek nincsen tömegük. És csak elméletileg léteznek. Úgy értem, hogy virtuális részecskék, virtuálisan léteznek a tahionok. És mivel virtuálisan léteznek a tahionok, ezek önmagában téridőforrásként forrásként is értelmezhetőek, tehát hogy van mögöttük egy téridő forrás is. És a fényfoton, amikor kettő a fényfoton, szóval a fény, kvantum, amikor ketté van választva, például nem minális máshol mással marha nehéz, de más is lehet valószínű, mindegy, szétválasztom, akkor ugye mondjuk, mondjuk ideális esetben három darab ö, van az egyikben, másikban is három darab de, de hogy mivel ezek téridő források, ezért, és mivel távol az univerzum, Ezeket maguk újra tudják generálni. Önmaguktól. Tehát nem kell külső energiaforrás, nem kell feltölteni energiával, nem kell neki semmilyen energia önmagától az interferencia hullámok miatt, amit, ami miatt, amit kibocsátanak ezek a kis tahionok, ezek újabb tahionokat fognak létrehozni, és emiatt regenerálódik a foton. Ami azt jelenti, hogy ha szétválasztod a fotont, akkor kettő darab kerkezik belőle, de hogy önmagában a fotonnak is hogy a francba van egy darab létforrása, hát úgy, hogy amikor szét van, van válaszva a foton, az egy darab, kett, kettővé, kett, kettővé, jó, meg azt mondtam, akkor, hogyha módosítod ezt a részét, polarizálod például, akkor ez a rész is polarizálódik azonnal, ellentétesen. Tehát konkrétan, hogyha egy BBO kristályon keresztül ereszted optikai szálakon, és mondjuk csinálsz 10 km-es optikai szálat feltekerve, akkor azt mondhatod, hogy valamennyi időt ugye boklászik az a kis fotonod abba az optikai szálba van még egy kicsi, idő, időd, az már késleltetés. És onnantól, hogyha egy polizáló fólián, polizáló, polarizáló fólián, polarizáló, polarizáló fólián átereszte az egyik fotont, vagy lézer tök mindegy, akkor a másik pozáció megváltozik azonnal. 0,0000 másodperc alatt. Ez a kvantum összefonódás. És úgy lehetséges csak, hogy egy létforrásról beszélünk, hiszen ezt az egy létforrás változtatta meg, hát tök mindegy, hogy ketté van vágva, vagy nincs ketté vágva, az igazából egyként viselkedik és ez minden másra is igaz. Igaz az ikrekre, akik egypetejű ikrek voltak, és a születés előtt úgymond szétváltak, tehát amikor az egy sejt az kettő osztódott, egy közös forrásból, vagy amikor, amikor Kisfaludi György arról beszélt, hogy ezt a kísérletet meg fogom csinálni, csak mondom, hogy most már utom vannak a mik ezek? piezo kristály, piezo kerámiák, nem kristályok, kerámiák, ezek most már úton vannak. Tehát az is úgy, úgy készül a piezo kerámia, hogy kömöző vegyi anyagokból, hát ilyen sókból, ilyesmiből összekeverik ezt a kerámia, kerámiát, mindig még kerámi, kristályt akarok mondani, kristályra is igaz mondjuk, hogyha növesztett kristály. Na, szóval, hogy kerámiát azt úgy, úgy, úgy készítik, hogy, hogy elkészül a kerámia, és kiégetik, és, és, egy, egy fizikai behatás hatására mondhatni azt, hogy akkor keletkezik, és hogyha azt onnantól szétválasztod, ketté, akkor is az igazából elvileg bizonyos szempontból egyként viselkedik. Tehát amikor meg, bekövetkezett az a megismételhetetlen momentum, amit már sokszor emlegettem, akkor a megismételhetetlen momentum miatt egy térrészben, egy időben, egy bizonyos körülmények között más, más egyszerűen nem tud létezni, csak egy. És ez az egy darab megismételhetetlen, ez az egy darab megismételhetetlen momentum miatt egy létforrás keletkezik. Tök mindegy, miről beszélünk. Ha élőiről beszélünk, a fotonról beszélünk, ha kerámiáról beszélünk, teljesen mindegy, miről beszélünk ha van egy ilyen momentum, az onnantól egyként viselkedik. Hiá, ha szétválasztjuk, akkor is. Felmerül például a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha van nekem ez a kis uh, fénykvantum, amit ketté választottam, újra magát, tehát 50%-os energia vagy valóban 100%-os energia tehát egy uh, ment be a foton, a kristályba, utána ketté vágódott, és mind a kettő rész újra 100%-os, 100%-os 100 lesz, mert újra generálja. Tehát, hogy uh, újra generálja? kiavítja magát. Van valami ilyesmi. Lehet -e ezzel energiát termelni? Valószínűleg hogy igen. Hogyan? Hát úgy, hogyha mondjuk egy szilíciumlapra nanoméretű, nem lineáris kristályokat, BBO-t például, vagy LBO-t tudsz növeszteni nanoméretben, és ezeket szétosztogatod szépen, meg gondoskodsz arról, hogy valamennyi regenerációs idő elteljen, akkor a fotonok elvileg újra regenerálják magukat, és a végén hatalmas nagy teljesítményt tudsz termelni, hát mondjuk optikai teljesítmény, de az is marha jó, tehát ez a, a fotonból azért elég sok mindent ki lehet hozni, hogyha nagy teljesítményű. egy chipméretű beszélek most, aminek a bemenő teljesítménye mondjuk legyen egy mW, kimenő teljesítménye pedig mondjuk 1 watt, 10 watt, 100 watt, egy darab mikrocsippen. Tudom, hogy Kisfogyi is beszélt erről, hogy hogyan lehet szétosztani, és lehet ezzel az energiát termelni, hogyha tényleg regenerálja magát a foton, akkor igen. Tehát, hogyha ez az elmélet helyes, amit most felvázoltam, akkor ezek korlátlan mennyiségű energiát lehet termelni. Nem a semmiből, hanem abból, hogy természetesen egyszerűen így működik. A térforrások, vagy téridőforrások, vagy létforrások így működnek. No, hát akkor legyen ennyi ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és a webshopot létszíves a videó nézzétek meg, valamint még iratkozzatok fel, ha még ezt nem tettétek meg. Köszi, sziasztok!